Az 1840-es években egy fiatal házaló kopogott be Mr. és Mrs. Bell ajtaján. Abban a reményben, hogy háztartási árucikkeket adhat el nekik, a háziak meghívták magukhoz a fiatalembert, aki néhány napig a házban maradt. Erre az időre Bellék elküldték a cserédlányt, majd egy héttel később visszavették. A házaló akkorra eltűnt. Ám rejtélyes módon Bellék konyhájában többször is felbukkantak olyan háztartási eszközök, amiket a férfi árult. A cserédlány eleinte nem foglalkozott ezzel, ám később elkezdett fura, kísérteties dolgokat tapasztalni a házban. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a házalót megölték a távollétében, és most a fiatalember szelleme kísért a házban. A történetről később kiderült, hogy egy testvérpár, Maggie és Katie Fox találta ki az egészet. A nővérek arról váltak híressé, hogy azzal áltatták az embereket, hogy képesek kapcsolatba lépni a szellemekkel. Évekkel később bevallották, hogy minden sztoriukat ők találták ki.